Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Nagy örömömre egy csodálatos hang a következő műsor vendége. Hamarosan önök is hallani fogják. Az is kiderül, hogy mi beszélgetésünk apropója, de először engedjék meg, hogy pályafutását idézzük fel a művész úrnak, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök a stúdióba, Hantos Balázs, operaénekes. Kedves Csilla, engedje meg, hogy én is nagy szeretettel üdvözöljem a Fehérvár Televízió nézőit, hallgatóit, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt ülhetek. Rádiós füllel hallgatni ezt a hangot, ének nélkül is csodálatos. Ami érdekes, és azon gondolkoztam, amikor készültem a beszélgetésre, aminek később majd kiderül, hogy üzenete is van, tehát nem véletlenül ülünk itt együtt, akkor azon gondolkoztam el, hogy hogyan alakulhat ki egy emberben egy ilyen hang, tehát már gyerekként ilyen búgó, mély hangúnak kell lenni? Hát okvetlenül a szülői háttér nagyon belejátszik. Az én szüleim, Isten nyugosztalja őket, mind a ketten operaénekesek voltak. És mind a ketten mély hangfekvésbe. És hát őtőlük örököltem ezek szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy gyerekként már mikor megszólalt, érezhető volt, hogy basszus lesz a vége? Azt nem tudom, de középiskolában hármason volt énekből, mert az énekkarból kilógtam állandóan, és hogy inkább te ne énekeljél. Törvényszerű volt az ilyen szülői háttér után, hogy akkor a gyermek is operaénekes lesz? Annyiból igen, hogy előtte már, mint gimnazista, félig meddig élsportolónak számítottam, mert 62-től 64-ig a tágabb olimpiai kerettagnak tagja voltam, mint diszkoszvető, és hát enyhén szólva nem tartoztam a legjobb tanulók közé, de azért valahogy le tudtam érettségizni közepesen, és utána hát nem vettek föl természetesen, szerettem volna tovább tanulni, de nem vettek föl a műszaki egyetemre, és akkor hát valamit kell csinálni. És így adódott, hogy apu mondta, hogy ha van hangod, próbáld meg. És első nekifutásra fölvettek. Arról aztán nem is beszéltünk, és talán így nem is látszik a fotelben ülve, hogy akár kosárlabdázó is lehetett volna a 2 méter fölötti magasságával. Igen, de ahhoz én nehézkes voltam, és a labda érzékem annyi volt, hogy összetörtem a labdát. Úgyhogy. A tanulmányok Budapesten kezdődtek természetesen. Igen. Mindjárt elsőre sikerült a felvételi? Igen, rögtön elsőre, és Réti József néhai kiváló, világhírű tenoristán keze alatt kezdtem és végeztem a Zeneakadémián. A Zeneakadémia évei alatt mik voltak a legjobb emlékek? Mennyire volt meghatározó pont ez a része a pályáján? Bővebben vagy? Nagyon. Nagyon. Olyan fantasztikus évfolyamunk volt, úgy az az időszak, mondjuk nem csak amilyen, hanem mondjuk egy évvel előbb, egy évvel később, olyan fantasztikus kollégákkal, később világhírű énekesekkel járhattam együtt, mint a Marton Éva, a Kovács Kolos, Polgár Laci, Hamari Júlia, Miller Lajos, Berkes Jancsi. Szóval akkor egy elképesztő korszaka volt a Zeneakadémiának énekszak szempontjából. Mivel Székesfehérváron ülünk a Fehérvár Televízió stúdiójában, nyilván keressük a helyi összefüggéseket, és nekem elsőként Gregor József jutott eszembe, hiszen róla tudjuk, hogy Gárdonyban élt, és önök, ha jól tudom, azért közel álltak egymáshoz. Nagyon jó barátom, barátja lehettem Józsinak. Nem egyszer végigettük az étlapot egy-egy vendéglőbe, úgyhogy tudnék róla anekdotázni, hogy milyen ember volt, csoda ember volt. Két ilyen hang, mikor beszélget, milyen csodálatos lehet azt hallgatni. Hát én énekelhettem vele, ő volt a Falstaffba, ő volt hát a címszereplő, ugye Sir John Falstaff, én pedig a szolgája, a Pisztoll. Visszatérünk még Fejér megyéhez, hiszen tényleg nem véletlenül ülünk itt, de most folytassuk a pályát, hiszen a budapesti konzervatórium után Moszkva következett. Moszkva. Ez úgy adódott, hogy a
pont ez az évfolyam, ugye, hogy együtt voltunk a Polgár Laci, a Kovács Kolozs, még volt egy nagyon jó énekes, a Gela Lali, később az opera főügyelője lett, és jó magam, négy basszus összefutott. És akkor még az operába viszonylag fiatalon ott voltak, hogyha sorolhatom a neveket, a Begányi Feri, az Ütő Endre, és sorolhatnám a Gregor Józsi is. És hát ennyi basszus hirtelennyébe nem kellett. És akkor lett ez a lehetőség, és a operaház igazgatója, akkor igazgatója Lukács Miklós, ő volt a tanszékvezető, és mondta, hogy jó tenne neked egy év Moszkva, mert úgyis az orosz repertoárra szükség van, hogy menjél ki egy évre Moszkvába, és így kerültem ki, amiből 3 év lett, mert hát az volt az a, én szerintem a zene, tanítás, oktatás, tanulás csúcsa, ami a világon létezett. Annál a tanárnál lehettem, aki a Nikolaj Gyaurovnak, a Vegyernyikovnak, a Mazuroknak, hát így a kedves közönségnek bizonyára egyik-másik mond a neve valamit, hát a világ legjobbjai voltak a maguk nemében, és ő maga is, Alekszandr Baturin, világhírű énekes volt. Milyen volt magyar fiatal emberként 1970-ben Moszkvában élni? Hát mi nem tartoztunk az átlagos hallgatók közé, mert nekünk olyan magas ösztöndíjunk volt, úgyhogy a többiek nevében is mondhatom, mert mi együtt voltunk kint zongoristákkal, csellistákkal, hegedűsökkel, voltunk, azt hiszem 80-10 voltunk kint, hogy egy átlagos ösztöndíjas kapott mondjuk 60-70 rubelt, nekünk 240 rubel volt az ösztöndíjunk, ami az nagyon nagy pénz volt ott abban az időben. És ezt hogy élték fel? Hát úgy éltük fel, hogy nem egy üveg viszkit vagy vodkát vettünk, hanem egy, hogy oroszul mondjam, céljasikkal, te egész dobozzal. Ha már az orosz kifejezést használta, meg is tanult oroszul, és oroszul is énekelt? Persze, hogyne. Hát ott a nagy színháznak van egy úgynevezett gyakorló színháza, ahol a fiatal, már nagy színházi tagok és a ott végző, szintén arra érdemesnek tartott növendékek ugyanazt a repertoárt nagyjából éneklik, ez egy ilyen gyakorló színháznak mondják, de egy 5-600 néző férőhelyes színház, teljes zenekarral, kis énekkarral, mindene, és például azok az énekesek, akik ki vannak tűzve, hogy na majd jövőre fogják énekelni mondjuk a Sevillai Borbéból a Borbéit, Figarót, akkor ott egyszer-kétszer eléneklik, hogy beénekeljék a szerepet. Na hát ott én rendszeresen énekeltem az orosz operákba is, meg az olaszokba is, de rendszeresen persze ott felléptünk. Kívánságra tehát megvolt a tanulás Moszkvában, nem is egy évben, hanem három évben, mégsem a Budapesti Operaház következett. Hát ezt én is szeretném tudni, hogy vajon miért. Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Hazajöttem, én a legtermészetesebbnek vettem, hogy az, hogy jövök, és nem is kellett próbálni nekem semmi. Egyszerűen olyan volt, hogy nem kell. És akkor jött egy lehetőség, hogy kaptam meghívót próbaéneklésre Németországba, Kasselbe, ahova kimentem, szerződtettek, és karácsonykor kaptam ott kint egy telefont, ez 73 karácsonya volt, hogy jössze haza az operából. Jössze haza a karácsonya. Mondom, igen, úgy néz ki, hogy a ünnepekre haza tudok jönni. Akkor gyere be az operába, beszélni akarunk veled. És bementem, és a irodán fogadott az igazgató, főrendező és a Kóródi András, az első karmester, énekelj valamit. És akkor énekeltem egy Gremint, már nem emlékszem mit, és nem akarsz-e hazajönni? Hát mondom, kezemben van a kinti szerződés. A következő évre, mert ott egy éves szerződések voltak. De én nem érzem jól kint magam. Az egy más világ. Ahogy Moszkvában jól éreztem, ott nem. És azt mondtam, hogy
abban az esetben, hogyha akkor már megszületett az első gyerekünk, ha hozzá segítenek valamilyen úton, módon egy lakáshoz, mindegy, hogy milyenhez. És ez megtörtént, és hazajöttem. Ez 74 szeptemberétől volt, és azóta egyfolytában. És akkor sikerült arra a színpadra felkerülni, amire készült. Igen. Végül is. Igen. Valójában. Milyen szerepeket játszottál? Hát, hogy magamat jellemezzem, de már valahol nyilatkoztam, hogy 40-valahány évig voltam szóra se érdemes tagja, kisebb, közép és időnként nagy főszerepekben fáradtságot nem ismerő tagja az operaháznak. Én soha előadást nem mondtam le, ezt utána lehet nézni. Szerintem nem hiszem, hogy van valaki, aki... Szóval én nem, vagy nem voltam beteg, vagy nem voltam, nem mondtam le. Az elég ritka dolog, 40 akárhány év alatt. Jó ég tudja, hány száz előadás, hogy... Mindig megvolt a hang, azért ez csodálatos. Eljátszotta azokat a szerepeket, amikre vágyott? Nem. Nem mindet, hogy ne volt, amit igen, hogy ne, hát persze, de hát azért jó néhány elment mellettem, de hát be kell látni, hogy mindent nem lehet. Mindent nem lehet. Arra a szerepkörre, amire én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó lehettem volna, hogy én érzem úgy, legyek ilyen beképzelt, arra ott volt két fantasztikus énekes, a Kovács Kolozs és a Polgár László. És ő melléjük bekerülni, mondjam azt, hogy hát nem igen lehetett. Nem azért, mert nem ütötte meg az ember azt a színvonalat, hanem ott bizony a középcsatár, mint a futballba, ha egyszer bejátszotta magát a csapatba, azt nem lehet kirobbantani. Úgyhogy én nekem maradtak azok a szerepek, közöttük olyanok, hogy elégedett lehetek vele, amiket vagy ők nem akartak, vagy mert nem mindenki alkalmas mindenre. Például ők a nagy Wagner basszus szerepekre nem, ők olasz vonalon, vagy német, hogy is jár, Mozart, ilyesmi vonalon voltak nagyon jók. Én pedig maradtam én nagyon szeretem Wagner vonalon, és amennyiben volt orosz opera, sajnos nagyon ritkán, mert ez is ugye egy magyar sajátosság, most is megvan. Nem szeretjük az orosz izét, hát akár figyeli az ember, lejön a politikából, meg hogy nem szeretik Muszorszkit, ritkán megy. Igen. Kiből lehet jó operaénekes? Gregor Józsefet szeretném idézni, aki egyszer egy rádió interjú, akkor ugyanezt szóra megkérdezték tőle, azt mondja, hát kell, azt mondja, hát körülbelül 60% tehetség, tudás és 40% szerencse. Másnap a büfébe összefutunk, hogy Józsika, gratulálok, nagyon jó voltál, mert nagyon jó pofákat mondott. Pontos volt az az arány, amit mondta. Szóval igen, utána meggondoltam, fordítva kellett volna mondani, vagy végre szóval. Szóval 60% szerencse és 40% tudás. És mit kell tudnia az opera énekesnek? Hát ugye kell egy fizikum, és tényleg kell a tanuláskészség. Igen, hát benne van a kérdésben a válasz. Ez a kettő mindenféleképpen kell, és valóban a nagy szerencse. Most a protekciót, mert az is kell, meg egyéb. Ebbe nem szeretnék belemenni, mert olyan dolgokat is mondanék, ami egyébként négy szem közt igen, de így nyilvánosság előtt nem vállalok. De hát nyilván egy komoly tudásnak lenni kell. Anélkül nem megy. Milyen egy operaénekes élete? Milyenek a mindennapok, a hétköznapok? Kinek milyen? Józsi, kénytelen vagyok őt idézni,
ő azt mondta, amikor megkérdezték tőle, ugyanebben a riportban volt, ha jól emlékszem, hogy sokat szokott-e gyakorolni, és hogy skálázik-e otthon sokat. Azt mondja, én? Soha. Hát ha jól vagyok hangnál, kipróbálom, hogy ha jól vagyok hangnál, akkor fölösleges. Ha meg rosszul vagyok, reket vagyok, akkor meg káros. Könnyen tanulta a szerepeket? Mármint a Józsi? Nem, ön természetesen. Én azt hiszem, mondhatom, hogy igen. Igen. Akár szövegre gondolunk, igen, akár... Igen, hát ma már nem. Ma már mint érdekesség, hogy azokat a... Hát most rövid lesz az idő, de azért egy anekdótát, sztorit elmondani. Néhány évvel ezelőtt a volt szovjet, most orosz kultúrából megkerestek néhányunkat, többek az engem is, hogy az itt élő és máig itt élő volt szovjet feleségek, akik itt maradtak, ugye férjhez jöttek ide, van egy kis baláti körük, hogy eljönnénk egy kis műsort adni. És természetesen igen, és akkor a hölgy mondta, hogy hát tudnék-e énekelni valamelyik dalt, vagy akár mind a négyet, a Halál dalai és Táncei Muszorszkij dalciklusból. Hát mondom, mind a négyet azért nem szívesen, mert az egy órás műsor, de egyet nagyon szívesen, mondjuk a Trepakot eléneklem. Jó, és akkor hazafele menet az autóba, mondom, te jó ég, mit is vállaltál te? Hát hülye vagy? Hát ez 30 éve, 35 éve nem énekelted, mert utoljára Moszkvában énekeltem egy vizsgánkin, és akkor elkezdtem mondani magamba ott a kocsi, hogy lesz dapoljáni, bez lyúgyök rúgom, vjúhúgai plácseti szónyet, s csújet szabutovom ráken a csnom, zlájá kávó toronyit. Ez egy 20 oldalas dal, és szóról-szóra elejétől végig visszajött. Most, ha meg kell tanulnom, volt rá példa, magyarul valamit, és a következőjében szintén megy a darab, nem akarom mondani, hogy melyik, előveszem a kotát, ezt én énekeltem tavaly. Hát itt az ember feje ilyen, bár az enyém. Ígértük, meg kell érkezzünk Fejér megyében, hiszen most már Lovasberényben él. Hogy került a településre? Lovasberény egy csodafalu. Nem én voltam az első zenész énekes itt, Ütő Endre megboldogult igazgatónk, szintén nagyon jó barátom volt. Ő mondta egyszer, hogy láttam, hogy készülődik a Zaporozsházába, rakódik egy próba után, na hova mész, van? De van egy kis lelkem Lovasberényben, azt mondja, mit csinálsz délután este? Mondom, nincs előadás. Akkor gyere, ülj be, lejöttem. És akkor megláttam a szőlőhegyet, körülnéztem, és te mondom, van itt még eladó? Tényleg azt mondja, hogyne, azt mondja, kettővel fölöttem az a kis náttető, és az is eladó. Megnéztem, azt mondja, menj le a faluba, ha érdekel, és úgy, ahogy volt, én aznap délután megegyeztem a tulajdonossal, ez 1979-ben volt, 78-ban talán inkább, és azóta lettem Lovasberény érdekeltségben lévő, és később aztán a faluba is vettünk egy házat, hogy ne kelljen mindig hazamenni, meg nem, és akkor azóta van 15 éve lakunk benne a faluba. Hogy mint érdekesség, hogy még kik voltak itt abban az időben. Talán tetszik emlékezni B. Nagy János, Európa hírű Kossuth-díjas tenoristánknak, ugyan itt volt telke és szőlője, akkor a Takács Tamara Jandó Jenő házaspár, a legjobb zongoristáink egyike ma is, a Jenő, szintén Berkes Jancsinak. Tehát itt volt egy ilyen zenés, énekes társaság. És akkor itt a pillanat, hogy rátérjünk a beszélgetés apropójára, ugyanis azzal keresett meg engem, azzal az üzenettel keresett meg Hantós Balázs, hogy a COVID-19 megfertőzte nyáron, átesett a betegségem, meggyógyult, és most úgy érzi, hogy szeretné a történetét elmondani azért, hogy más is tanuljon belőle, és talán bátorítson másokat. Tehát hogy is
fertőződött meg? Nem értette meg, hiszen nyarat tetszett. Én úgy tudtam, hogy nyáron. Nem. Ez ezelőtt 2 hónapja volt, tehát már az őszi második hullámban. Egyik nap este elkezdtem fulladni, száraz köhögéssel, kicsi lázzal, és hát rögtön hívtam a falubeli orvos barátomat, hogy ez is ez van, azért húha, holnap reggel, akkor azért, mert már késő este volt, akkor meg, hogy vagy, ugyanez volt, az mondja, akkor azonnal mentő. És akkor jött a mentő, behoztak ide Fehérvárra, és egyenesen az intenzíven találtam magam. Tudta, hogy mi történhetett? Hát akkor már igen. És gyanította, hogy hol? Hogyan? Igen, hol, mert soha nem szoktam lázas lenni, fulladni, meg pláne nem. Egy opera énekes tüdejével? Igen. És hát egy héten keresztül voltam oxigénen, utána tudtam meg, hogy nem voltam messze a lélegeztetőgéptől, de talán pont a, hogy a kicsit talán erősebb tüdőm van, mármint énekesnek, mint az átlag embernek. Valahogy átvészeltem az intenzív időszakot, és kaptam talán első között ezt a plazma infúziót, kezelést, és ahogy megkaptam, egy nagyon furcsa, olyan, általában az infúzió egy gyönyörű kristálytiszta, mint a víz átlátszó minden. Ez pedig nem akarom, mert színe nem volt ilyen véres, talán sárgás, nagyon csúnya valami izé, folyt egy liter belém, és olyan mérhetetlen lassúra állítva, mondtam a nővérkének, hogy tündérkém, nem lehetne egy kicsit gyorsabbra ez? Hát ez órák hosszat fog levenni. Azt mondja, mert úgy kell. És másnapra jobban lettem, olyan hordozható, olyan, mint egy zsiráf, olyan röngek készülékekkel nézték minden nap a betegeket, és hát ez nagyszerű javulás minden, és akkor egy hét után áttettek a fertőző osztály az infektológiára, ahonnan egy nap után azt mondták, hogy most már nem vagyok fertőző, nem kell karanténban lennem, otthon is tudok lábadozni. És akkor hazaengedtek, de hát otthon is még volt egy kis hordozható oxigénfejlesztő készülék, és azzal lábadoztam. Mennyi ideig volt kórházban? Hát egy hetet voltam intenzíven, és utána egy napot, egy teljes, azért mondjuk 2 napot a fertőző osztályon. És ezúton szeretném a Fehérvár kórháznak, és azon belül is, hát majdnem elsírom magam, ezt most nem tettetem, azt az intenzív osztályonak, az orvosainak, orvosnőinek és az ápolóknak, nővérkéknek azt a mérhetetlen áldozatkészségét megköszönni, amit nem lehet megköszönni. Nem lehet. Nem lehet, hogy aztán utólag tudtam meg egy kardiológuson, van-e nekem épp elég bajom egyéb is, hogy mikor panaszkodtam, hogy azért olyan gyenge vagyok, azért hát Hantos úr, hát maga a halál torkából jött vissza. Hát itt van előttem a monitoron a kórházi fölvételi lapja, hogy innen nem szoktak visszajönni. És maga itt van, azt mondja, örüljön neki. Hát mondjuk egy kicsit gyenge, majd visszajön az ereje. Ez tüdőgyulladást jelentett, gondolom. Tüdőgyulladást. És mindjárt ezzel is kezdődött ezek szerint. Igen. Semmi tünete nem volt előtte, és mint érdekesség, hogy már otthon voltam, és a feleségem, akivel egy légtérbe élünk, beleiszünk egymás kávéjába, még 4 napig karanténban volt. De ő nem betegedett meg. Vagy nem betegedett meg, vagy tünetmentes volt. Úgy fertőződött meg, hogy nem volt tünete. Ilyenkor gondolkozik az ember, hogy vajon hol találkozhattam a vírussal? Hát miután a lappangás ideje 2-3-4-5 nap voltam Pesten is az alatt, erre-arra vásárolni Tescóba, bárhol lehet. És a maszk, ami ugye itt van a kezemben, ez sem véd meg okvetlenül mindentől. Biztos, hogy használ, és
én ezek után, hogy megkaptam, ha 10%-ot használ, hogy annyi esélyt vagy lehetőséget elvesz a fertőzésből, akkor már mindenkinek érdeke, hogy fölvegye. Ez nem reklám neki, mert azon keresztül menni, mint egy ilyen intenzív, vagy annál még rosszabb egy lélegeztetőgépre, hát én nem tudom, hogy volt már nekem is lábtörése, meg ilyesmi, amivel ez az kutyafüle volt ehhez képest. Mindenesetre most már egy 2 hónap után abszolút jól van, egészséges? Úgy érzem, hogy már csak nem úgy, mint előtte voltam, igen. Igen. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy engem választott erre a beszélgetésre. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy ön hívott meg engem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó egészséget kívánok. Én is nagyon szépen megköszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, és remélem, hogy néhányan hallgatták a kórházból, hogy el tudtam mondani azt, hogy azt a mérhetetlen áldozatkészséget, amit ott csinálnak, hogy ezt én most így megköszönhettem. Kedves nézőink, Hantos Balázs operaénekes volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!